Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön egy kis csemege, Mortal Kombat X végre kijött. Nagy rajongója vagyok ám a sorozatnak, nem csak a játéknak, a filmnek is, a sorozatnak is, ez ilyen gyerekkori őrület nálam, imádom az zenéjét, és nagyon úgy általánosan szeretem ezt az univerzumot, amit a Mortal Kombat képvisel, úgyhogy mindig, amikor kijött a Mortal Kombat, így mindig vetettem rá egy pillantást. Az első játékok között volt, amit kipróbáltam, amikor régen még a kocsmában voltak játékgépek, és akkor volt Mortal Kombat gép, meg Tekken gép, akkor elmentünk, bedobálgattuk a pénzt, és ott Mortal Kombat osztunk, mindenki a halálra vert engem ebben a játékban. Ez azóta is úgy van, azt kell mondjam, inkább csak ilyen rajongói státuszban marad nálam ez a játék, és ilyen vadul nyomkodom a billentyűzetet. Igen, tudom, bűn nem kontrollellel játszani ezt a játékot, de ilyen vadul nyomkodom a billentyűzetet, aztán csak összejön valami, és akkor nagyon-nagyon boldog vagyok, amikor összejön valami, legalább így nagyobb a sikerélmény. Egy érdekes dolog a Mortal Kombat-tal kapcsolatban, ugye biztosan tudjátok, hogy Liu Kangnek van az a bizonyos sárkánnyal átalakulós és ellenfelét megevős kivégzése, az sose került volna bele a játékba egyébként, hogyha nem terjedt volna el egy pletyka gamerek között, hogy Liu Kangnek van egy ilyen kivégzése, így aztán a játékkészítők fogtak egyet és úgy döntöttek, hogy belerakják ezt a kivégzést, így került bele a sárkányos kivégzés. A B-belitik is egyszerűen azért kerültek bele, ugye a B-beliti, amikor csecsemévé változtatott kivégzés című történet, azok azért kerültek bele, mert nagyon sokan indítottak petíciót az elő, hogy a Mortal Kombat nagyon durva. És így elérkeztünk a Mortal Kombat X-hez, ami hát ahogy fejlődik az Unreal Engine, annál betegebbül és részletesebben tudják kirajzolni a különböző gore jeleneteket, úgyhogy azt kell mondjam, hogy készüljetek fel arra, hogy azért ez véres, talán az egyik legvéresebb Mortal Kombat, úgyhogy nem bírod a vért, akkor ezt végül is ki lehet kapcsolni a beállításokba. A másik dolog, hogy nézzük egy kicsit ezt a játékot régi gamer és új gamer szemszögből, hogy mit tud nyújtani a régi gamereknek, mit tud nyújtani az új gamereknek tulajdonképpen ez a játék, mert ugye Mortal Kombat is egy ősi sorozat, hatalmas múlttal rendelkezik, és kb. Annyit változik évente, két évente, hogy ki szokott jönni, mint a Call of Duty minden évben 10 év alatt, tehát szinte semmit, de mégis valamit, úgyhogy javítsatok ki, ha nem így van, nem vagyok benne biztos, de azt hiszem most újították az egyik legextrémebbet ebből a szempontból a Mortal Kombatban. Mégpedig ugye, ezt mondom, hogy a régi gamerek kedvéért, hogyha úgy bejelentkezel, akkor kapsz egy úgynevezett, választanod kell egy bizonyos frakciót, úgyhogy jól gondol meg, kit választasz, mert azok határozzák meg majd a harcosokat, akikkel harcolsz, és akik ellen harcolsz, és ezek a frakciók világszinten mér statok alapján a féle föld háború indul el, és a jobb frakciók fogják uralni a különböző részeket a földön, és ez egy tök jó újítás, azt kell, hogy mondjam, tehát így mindenki kiválaszthatja a kedvenc harcosét és azokkal harcolhat. Én Sub-Zero-t választottam, nálam ő az egyik favorit, és Milena a másik favorit. Kinektek a favoritotok? Kivel játszotok szívesen? Kivel tudtok legjobban játszani? Vagy úgy általánosan kit szerettek ugye a Mortal Kombat univerzumában? Azért Sub-Zero-val nehéz harcolni, azt hiszem legalábbis nekem nehéz harcolni, de nagyon szeretem magát a karaktert, azt kell, hogy mondjam. Nos. Szóval ilyen frakciókat választasz, a single player nagyon gagyi, mint ahogy ez szokott lenni mindegyik Mortal Kombatban, egyszerű párbeszédek, az egész arra van igazából, hogy egy kicsit bemelegítsél az online világra, mert a Mortal Kombat is az online világról szól tulajdonképpen, és ott dőlnek el az igazi csaták, azért láttam néha ilyen progamereket, nagyon durván tudnak bunyózni, és az elképesztő látványos harcokat lehet csinálni, mert a Mortal Kombatnak ez az erőssége, hogy nagyon jó kis látványos harcokat lehet csinálni, de most, hogy behozták ezt a frakcióváltást, egy ilyen kis RPG-sített vonalat vittek bele a játékba, és ezáltal újra játszhatóvá teszik minden alkalommal, mert van valami cél, amiért küzdhetsz, mert a single player az nem lehet cél, az online press is természetesen az egy cél tud lenni, de az, hogy egy ilyen frakciódat erősíted, és ezáltal dőlnek el majd csaták, az azért nagyon sokat jelent, azt hiszem sokat jelent az irányba, hogy ne váljon unalmas a Mortal Kombat, és talán ez egy olyan Mortal Kombat lesz, amit a gamerek évek után is fognak játszani, mert ugye az előző Mortal Kombatok bunyóztál, és így tök jó volt, gagyi volt a single player, aztán így próbálkoztál egy test your luck-kal, meg egy unalomból haverokkal el lehet lenni vele.
Viszont itt most így belevittek egy ilyen kis twistet, hogy játszhatóbb és újra játszhatóbb legyen a Mortal Kombat. Ez szóval ugye a régi gamereknek, és azt hiszem ez egy tök jó ötlet volt, hogy őszinte legyek. Az új gamerek számára, amint mondtam, hogy nagyon egy látványos játék, és így beszippant magába egy jó időre, mert az van, hogy anyád, de jó volt ezzel bunyózni, na akkor kipróbálok egy másikat, na akkor kipróbálok egy másikat, na akkor kipróbálok egy másikat is. Aztán mire az ember megtanulja a kombókat, és megtanulja a kivégzéseket, mire pro harcos lesz, addig elég macera idő telik el, mert ahogy teltek az évek, a Mortal Kombat ugye egyre brutálabb lett, ezért gyakorlatilag sok ilyen beadványnak köszönhetően egyre jobban megnehezítették a kombókat, a kivégzéseket, de viszonylagosan nehezebb megcsinálni őket, mint régebben volt. Így aztán, amire ezeket megtanulod, addigra nagyon jó időt is jó szórakozol a játékban, és amikor már végre ezt megtanultad, ugye mondva ezt az új gamereknek, akkor fogod úgy Isten igazából élvezni, és talán akkor fogsz belemenni ennek a Mortal Kombatnak ezzel a frakcióválasztós részébe, és egy kicsit mélyebben belemerülni a világba, mert mondom, ezt úgy néz ki, ezt a játékot egy kicsit újra játszhatóvá tették, ami egy nagyon jó dolog tulajdonképpen. Nos, azt hiszem ez lett volna, nem igazán találtam a játékban ilyen különböző hibákat, bugokat, fasságokat. Ez egy korrektül összerakott játék, mint mindig is az volt a Mortal Kombat, és érdemes kipróbálni először is, tehát nézd meg, hogy tetszik-e, hogy tetszik az új stílus, jó-e, stb. Szóval érdemes kipróbálni, és utána megvásárolni, de mindenképp egy fán, és a Mortal Kombat mindig is fán marad, és mindig újra és újra elő lehet szedni, hogy jó pillanatokat szerezzünk egymásnak a haverokkal. Nos, köszönöm a figyelmet, ennyi lett volna, sziasztok!